Eneos, e Japán első számú motorolaja, importőre a Szakál Metál autóalkatrész. Egy Simpson? Bizony. annyira, furcsa az egésznek az eklektikussága, hogy S12, S13, S14 és egy S51. Igen, de azt tudod, hogy ez itt régen tiszta szocialista autó volt tele. Miért szerettél ki a szocialista autókat? Nem Mert ta, tavaly, arról beszélt, tavaly arról beszéltünk, hogy hogy jöttek meg a japánok, most akkor hm. azt az hogy hogy mentek ki a szocialista autók. Hát jöttek a japánok, és teret hódítottak, nem volt hely és pénz. Nem szerettem én ki belőlük, de azt vettem észre, hogy ott állnak porosan egy 105-ös Skoda, egy Polsky 79-es, amiket nem használok, és nem érdemes ott tartanom őket. A japánok viszont teret hódítottak. Hasonlítsd már a... össze igen, egy, csak egy dolog. Simpson. Most uh, feljött egy hirdetés, Isuzu, uh, E-mark. Hallottál már róla? i Mark. Azt hiszem, a, a volt. Igen, 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 igen. 80-as években, 16-16 szelet, egy kis kétajtós, mint egy CRX úgy néz ki, senki nem ismeri, de egy különlegesség. Felkerült a... felrakták az internetre, és oda volt, hogy a Simpson csere. Hallod, erre a Simpsonra azt, meg még hozzá egy donort adna a gyerek, elcserélheti rá. Egy iMarkot, egy donort, egy Simpson. Nem, egy iMark egybe, szert papírokkal, ami működő, képes, de persze leharcolt, tehát fel kell újítanom, és hozzá egy, nem iMark, hanem egy sima út, amiből az ajtókat, mindent át tudok rátenni, tehát két autót ad, ráadásul a sima az még magyar papíros is, egy simpson -ér, ami nincsen felújítva, tehát ezzel kicsi ugyan 5500 km van benne, fel kell újítani, de egy simpson -ér két különlegességet. Az egyik olyan különlegesség, nem találok sehol, hogy mennyibe kerülhet. Zoli múltkor azt mondta, hogy minden veteránnak az ázsiaiát meg értékét az határozza meg, hogy élnek-e olyan emberek még, akik, akik igen. értékelik. Meddig fognak szerinted a szocialista emberek kitartani a szocia a... Nem a szocialista volt, hanem a szoci korszakért. Ah, Kérdeztetek, hogy miért váltam meg tőlük. Egyébként ezért. Ez egy ezért másik másikokkal. Tehát a, a nem annyira kúrens szocikat többek között azért adtam el, mert az én korosztályom, ha elkezd öregedni, szerintem az utánam következők már a szocikért annyira nem lesznek oda és egyre rosszabb befektetés lesz. Aztán hát, hogy elkiabálom, ettől függetlenül a Ladasort, meg a Volgát, meg Kupé és meg Pickup, Polskikat megtartom, mert azok olyan különlegesek, hogy azok nem fognak leáldozni sose. Elmondod a te megélésedben, hogy mi a különbség egy Datsun Z és mondjuk egy Lada között? Tudom, hogy összesen lehet hasonlítani a kettőt, de annyira hogy más feléről jöttek a világnak, de, de én... hogy mi más, amikor mész vele, mi más, ami köt hozzá, mi más az élményben, amikor egy ilyet, meg egy ladát használsz? Érdekes, most vagy hallottam erről, vagy nem tudom, de mindig ezt szoktam mondani, hogy ez egy zsiguli. Hát teljesen ugyanúgy érzem a kormányon az utat, ugyanolyan a fék, semmi különbség, erőben egy kicsit erősebb, de kerék. Van azért egy különbség. A zsiguli még 90-ben is zsiguli volt, azért 90-ben már itt tartottak. Ja, ez igaz. Mégis a népszerűsége Magyarországon a Zsigulinak nagyobb, mint ennek. Szerintem most már fel fog nőni ez a kultúrkör, akinek a 300ZX az. Uh -huh. És ami még szintén nagyon fontos kérdés, hogy menjünk közben arra tovább, kérlek, hogy azért Magyarországon most már tudjuk, hogy nagyon-nagyon súlyos zsűjtemények vannak, nagyon komoly, nagyon értékes autókkal, viszont ezt az emberek szeretik. A tulajok elrejteni, nem igen, reklámozni. Igen, igen. Hogy lehet, hogy te mégis reklámozod, nem reklámozod, hát egy egy, egy, egy uh -huh. kvázi háromnapos autós fesztivált építettél rá. Uh -huh. Ha szeretnétek látni ilyen és ehhez hasonló különleges japán youngtimereket, akkor gyertek el június 1-én és 2-án Pécsre az Expo Centerbe, mert ismét meglendezik a Japanese Classic Car show -t. A parkolóban lesz egy kis drift és bandázás, bent pedig ilyenek. Úgyhogy szerintem érdemes lesz jönni. Igazániból nincs mit titkolnom, és a, hogy ezt a tavalyi rendezvényt megcsináltam, és oda jöttek a fiatalok, akik ezekkel az autókkal játszanak a számítógépen, élőben nem láttak még ilyet, és, és boldogok voltak, és megköszönték, sőt, hálásak voltak ezek a rendezvényért. Ez is beigazolta, hogy most miért kellene ezt titkolni. Magyarország sajnos az emberek a vagyonukat nem nagyon merik mutogatni, mert hogy támadások érik, vagy, vagy nem tudom, nyugaton nem így van. És, és én tényleg úgy gondolom, nem így van, hát nyugaton sem Biztos, hogy van ott is ilyen is, biztos, is de ez biztos, hogy hamarabb látsz kirakodban ilyen autóval. Így van. Tehát négy, minek kéne ezt titkolnom? Most? Persze az ügyfelek is lehet, hogy megrónak rám, úgy néznek a, a, a dolgozóim, de én úgy veszem, hogy ezt mindenki elfogadja, és a másik, hogy abba felteszem ezeket, ott sincsenek rosszindulatú emberek általában, hanem inkább azt mondja, de jó, hogy látjuk ezt, és hogy, hogy nem titkolod. Pont ezt mondják. Ez új szerzemény, ugye? Igen, ez viszonylag új. Imádom a japánokban azt, hogy a belpiacos autóknál nem autóemblémájuk van, hanem típus van. Uh -huh. Mert hogy ez egy S betű, mert hogy egy Skyline R34, tehát a vége ennek a, ennek a modelsorozatnak. Ugye nem teljesen, mert a GTR az is, De év hiátusa, de az semmi, tehát csavar nincs köztük, igen. ami esetleg stimmelne. De hogy ez egy GTS-T? Így van. GTS, GTT, ezt a GT egy GTT. Ah, igen tehát kettőfél sor turbo turbó, Aha, kéziváltó, kéziváltó, összkerék válto. kormányzás, meg sperdifi talán. hátsó kerékkormányzás, kormány, igen, ehhez nevezed. Sperd is azt van benne, de ugye ez nem négy kerék hajtás, mint a GTR. Meg nem széles kasznis, tehát ez a legáról. tudok, van, belenézel, igen, és nincs egész. kiszélesítve. Annyira, igen. De sokan azt mondják, hogy igazából ezzel lehet egy élményszerűt autózni, mert... Mert hogy hátsó kerekes. Mert hogy hátsó kerekes. Igen. Ö, Őt tavaly miért láthatta vagy, vagy csak igen, a Ronald Posztert felniket nem láthatta Azt nem, így van. Ugye ez egy portugál autó, és acél felnikkel, tök eredeti, egy tulajdonos volt, és acél vásárolták meg, ezt sokan nem is értik, hogy lehet. Van egy, nem tudom a nevét, egy alufelni 14-es, ami ennek egy opciós változata volt, de én láttam, én Ronaldnal egy, egy, egy fotót is, szerintem annyira jól áll neki, hogy ezt ezzel használható. Tökéletesen passzol, passzol a korszaleme, meg mindenbe. nagyon. Nagy. Pedig nem japán felni, de nagyon jól neki. Ismerjük, szeretjük, lesz róla videó, uh -huh. egy érdekes kontextusban. Ismerjük, szeretjük, ez a másik nagyon markáns De rendőről, amit megint elhagytál, a elhagytál, te is, és mindenki elhagyja ezt a gyönyörű R33-at, hogy, hogy ez ugye nem GTR, de akkor is egy, egy gyönyörű gyári autó, nagyon, nagyon jó paraméterekkel. És elsiklatok, mert meg szürke, meg nincs nagy spoiler rajta, és mindenki elsiklat vele. Nem, vezetem közel gyári R33 uh -huh. GT-ért, egy remek autónak tartom, uh -huh. de a 32-es és a 34 mellett egyszerűen eltűnik. Hát ez az. Egyszerűen eltűnik, és ezért elnézést kérek mindenkitől, aki szereti, de mondom, műszakilag nagyon-nagyon csúny, durván megadom, uh -huh. de most igazából nekem az NSX mellett állhatna itt akármi, nekem ez a kedvencem. Hogy sikerült? Mi, mindított el ezen az úton, hogy neked ilyenre van szükséged? Mi indított el? Hát ugye a japán autók csúcsa, fejedelme szerintem a, a gyűjtemény koronája az az NSX, hiszen mindenki azt mondja, technikailag, ritkaságban, meg, meg fejlettségben, az akkori technikai fejlettségnek ez volt a csúcsa, úgyhogy hát kellett, kellett milyen állapotban van most ez az autó. Azt látom, hogy ot -s. Van még ot és NSX az országban? Van, van, igen, van. Van ot és NSX? Van. Kérdező, Pécsen elmentem egy minősítésre tavaly nyáron, vagy nem tudom, ősszel. Ugye ott akkor láttak először ilyet, és utána rám a következő minősítésen megjelent egy piros akura. el. Úgyhogy van, de ki, ezeken kívül is van azért egy pár darab. Ez egy 120, nem tudom, 6 ezer kilométeres osztrák autó, egy tulajdonos. Ausztriában van egy kereskedő szerelő, aki csak nsx szel fo foglalkozik, nála volt az öreg bácsi, és akkor szólt, hogy el akarja adni, és így került hozzá nekem, meg egy magyar szólt, hogy meg se lett a -e szirdetve. Tehát ezek is inkább úgy kéz alatt általában. Mit szól az óta és minősítő bácsi, amikor oda tolsz egy ilyet? Hát, mit tud, ugye nem, nem tud ő ebből teljesen felkészülni. De ha megnézte az alját, ami jégele lett tisztítva, és minden sárga kadmium, az ülések gyönyörűek, a fényezése a szép, hát viszek egy, nincs. Így van, egy prospektust, vagy valami leírást, persze, hogy átmegy. Szeretjük, ismerjük, tudom, hogy te is nagyon szereted az R34 et És... MK4-et. Basszus, ne haragudj MK4-et, <laughs> mondani. De szintén új szerzmény Igen. a Pulzer, Sunny. Pulzerként kezdte az életét, aztán Sunny lett belőle. Igen, Sunny GTIR. Európában, azt hiszem, és Polzár Japánban, ha jól tudom. Ez egy jobbos autó volt. Igen, ez Most úgy született van. meg. És, hát hogy erről lesz videó, mert, hogy mondjam, van benne vitamin. Uh -huh. A kozmót ismerjük és szeretjük, az SVX-et szintén, ezek nagyon emlékezetes autók voltak tavalyról, a 3000 GT kifejezetten kellemes csalódás volt, hogy milyen remek de amikor például utoljára láttuk ezt a uh -huh. De hát akkor még 14 elemből volt összehegeztve Körülben a kaszni, és éppen igen. dolgoztátok össze igen. A, igen. az elemeket. Hol tart most? Hát... Motor még nincs? Motor nincs, tehát az még raklapon van, de egyébként minden megvan, kárpitok, -ok, minden. Úgyhogy igazán én a motornak kéne kiesni, az alja is kész van, futómű megvan. Szerintem ezt ősszel, ha kapok időpontot, akkor viszem, viszem OT minősítésre. Értem a szocialista vonalat, értem a japán vonalat, nagyon is értem, de hogy azért feltűnik alatt, de egy 164-es? 159 159-es. 159-es, bocsánat, meg itt van a lánc, hogy... Ha, meg egy E30-es BMW, ne felejtsd Ó, oh, hol az E30 tényleg? Hát ide nem teszem Olyan, be. mint Kalambó felesége. Ha, olyan, Mindig kívül mondod, van egy külső kis garázs is. Abban. Van egy ilyen fa alatt ott. <laughs> nem, rendes szigetel, de elkülönítem mindenkitől. Milyen gyakran, tehát hogy azért ennek a flottának a menedzselése, uh -huh. ennek a flottának a, a tartása, az már embert kíván. hogy van, van is erre egy, egy munkatársad. Igen. De hogy ezeket az autókat átmozgatni, járatni, ha. az most már lassan kitesz egy 8 órás munkaidőt. Hogy ez milyen gyakran mennek ezek, milyen gyakran mennek Minden nap. Tehát ha nem esik az eső, akkor én mindig másikkal megyek haza, másnap azzal viszem a gyereket iskolába. Inkább a szocikat megint ide kölnyelünk. ha megnézed, azok milyen porosak, tehát sajnos ők vannak kicsit hanyagolva. De mondjuk ezt köszönhető megint a mostani rendezvénynek, hogy azért jöttek forgatni, jön más is, azokat tisztán kell tartani, olajat cserélni. Majd szeptemberben meg szoci rendezvény lesz, akkor meg ezek fognak járni majd. Csodálatos. Mesélj kicsit a rendezvényről, hogy mit láthatunk idén. Ugye tavaly volt a belső jó hangulatú autó mellett beszélgetős, uh -huh volt kint a parkolóban drift, meg a parkolóban le lehetett tenni érdekes autót. Te uh -huh. is azzal érkeztél, hogy mi, milyen újdonság lesz idén, mi érkezik? Igazán az alakkoncepció ugyanez, mert ez nagyon, nagyon tetszett a látogatóknak. Tetszett az, hogy belül egy nyugodt kiállítás volt, és szellősen lát, nézhették az autókat. Most egy kicsit talán sűrűbb lesz, mert sokkal több jelentkező van. Lesznek érdekes autók szerintem. Érdekesnek tartok egy kocka. Japán kis jobbkormányos autót is lesznek terepjárók lesznek suzuki amik nem voltak, Cabrio, tehát igyekszem más, több, több kicsit, kicsit szélesebb körben megmutatni a japán autókat. Nagyobb lesz akkor a kiállítás? Nem lesz nagyobb, a terület nem nőtt meg, csak kicsit, egy-két autóval több lesz benne azért. A, azok a barátaim, akik voltak, én sajnos nem jutottam le, ha. én nagyon szeretnék ide lejönni, 90%-ig össze is fog jönni, azt mondták, hogy a rendezvény jó értelemben vett, kíszerűsége ragadta meg őket. Hogy uh -huh. oda lehetett menni az autóhoz, uh -huh. beszélgetni a tulajokkal, mint egy régi-régi parkoló És hogy nem, nem félsz attól, hogy a, a, rendezvény kinövésével, vagy sűrítésével ez majd így elvész, hogy majd nem lehet hozzáférni, hogy a bába közt elvész a gyerek, tudod? Nem, tehát ugyanúgy, ahogy akkor ott benne a szerviz van, sokat nem látunk, ah. a, ugyanúgy nem lesznek kordonok, hanem körberagasztottuk az autókat a padlón, és az volt a határ, hogy azon nem lehet átlépni, egy-két autó volt csak körbekerítve a kordonnal is. Ez már olyan otthonossá tette az egész rendezvényt, és nem mentek át nagyon azon a, azon a kis jelzésen, mert olyanok jöttek, akik érdeklődtek, szerintem. Tehát nem ingyenes a rendezvény, ez a kis díj már például azért elgondolkoztatja az embereket, kicsit szűr, most nem akartam ezt mondani, de így van. De ez nem feltétlenül rossz dolog, hiszen ja. ezek valamilyen szinten műtárgyak, amiket meg kell őrizni. Hát, és azt mondtad, hogy tavaly is volt már külföldi kiállító, idén jönnek, Jön, jönnek, jönnek elfelől. Igen, ami, ami nagy színfájdalom volt tavaly is, hogy az R34 GTR nem volt. Ami ráadásul magyar lett volna. Ami magyar lett volna, de aztán ott valami történt, és ezért felkerestünk. Van Magyarországon R34 GT. Hát van, persze két tulajdonosa van, az a két tulajdonos állítólag összeveszett, mit tudom én, és a kezé nem, nem kerül Csak ide, maga a tény meglepő számomra. Hogy van, így, nem, nem, tudom. Aztán ugye arra azzal kezdtük a beszélgetést, hogy vannak gyűjtemények, amiket mi nem is láttunk, sose is nem láthatunk. Biztos vagyok benne, hogy van ezen kívül még Magyarországon 34 GT, mert egy hiperjó hiper jó befektetés. Nem is kétlem. Próbáltam osztrák kereskedőt meghívni, hogy hozzon nekem egyet, hát egyelőre nem jutottunk dülőre. Ja, pedig, nagyon örülnék, az, az, nekem hiányzik a kiállításon. Megértem. És akkor így a végére zárásnak, most már akkor megvan az NSX, akkor megérkeztél, vége? Vagy, 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 egy GTR. nem, az meg, meg fogod venni az r Kétért? Uh -huh. Nem tudnám megvenni. Hogy lehet megvenni? Hát meg lehet 60-100 millióért. Tehát annak olyan olyanára van egy szépnek. Tehát ahhoz itt nagyon-nagyon sok mindent el kéne adnom. Ami egyébként van bennem rá ráció, nem? Kevesebb gond, kevesebb probléma, kevesebb hely. Tehát azt kéne csinálni, de nem tudom, hogy ezek közül mit lenne szívem eladni. Tehát tényleg, ezek már elég különlegesek. Tudnál egyet választani? Ha Itt egyet csak tart, az maradna meg. Egyet a... Ja, meg, segítek a japán szekcióból azt, ja, az Nagyon nehéz. Ha nehéz. egyet választhatnál a japán szekcióból, mi lenne az? Én nem tudom, biztos, hogy megint kár, nem fognak sokan szeretni ezért, de én valamiért az MK4 szuprába vagyok annyira beleesve. Nem tudom miért. Nincs ezzel semmi pedig, probléma. Pedig automataváltós, jobbkormányos, de mégis ez valamit Nézd, te valami. Te nem a halálos iramon nőttél fel, úgyhogy neked lehet. Ja, és tényleg nem. Nem tudom miért, pedig aztán már az R32 GTR is nagyon durva, tehát így most megy, nézek tovább, áh nem, mégis Evo. Az Evo nagyon jó. Az Evo nagyon jó. Ja, de azt kéne, hogy akkor minden típusból egyet, jó? Tehát egy GT, egy, egy rally autó, meg... Értelek. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Menjetek el a kiállításra, belinkeltem ide alulra a részleteket, nézzétek meg, és írjátok meg, hogy ebből a tárlatból ti mit vinnétek haza. Aztán hamarosan jönnek azok a videók, amikben ezek közül az autók közül párat mi is kipróbáltunk. Köszönöm, sziasztok!